Sztálin város. A vas és acél városa új alkotással gazdagodott. Felépült az acélmű. Augusztus 20-án reggel a környékről több mint 3000 dolgozó paraszt jött el, hogy alkotmányunk születésének 5. évfordulóján tanulja legyen a sztálinvárosi Martin mű avatásának. A martinászok próbát vesznek az első adagból. Nem csak a naphevét, az acél tüzét is megismeri Nagy János szalkszentmártoni dolgozóparaszt. Elérkezett a nagy pillanat, kezdődik a csapolás. Az ország legmodernebb Martin acélműve augusztus 20-ától acélt ad a hazának. Szántóföldek helyén szemünk láttára emelkednek új gyáraink. Pártunk vezetésével kivívott győzelmeink megváltoztatták a nők életét, és ma már a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek. Sztálinváros hatalmas építkezéseinek egy részlegét Teván Zsófia mérnök vezeti. Egyik művezetője Horváth Elekné. Kozma Zsuzsa a Ceglédi gépállomás vezetője.